Önök hamarosan a Halas Televízió hírműsorát láthatják. Tartsanak velünk! Ez teljesen kihalt. Hát ez meg túl nagy. Ez se jó, ez meg túl szeles. Meg itt van ez a nagy víz is. Na, itt már jó lesz. Halas kiül Vörös Jankával és a Five Non-Bonccal május 13-án pénteken este 7:30 a Benjóban. Csipkecsodák egy helyen, kiállítás és találkozó helyszíne volt a Csipkeház. Testvérvárosi kapcsolat, a Halasi Város napjára sokan eljöttek Szabadkáról is. Elismerés a kiemelkedő munkáért, Péter Imréné és a Városi Fúvós Zenekar is Pro-Urbe díjazott lett. Ballagás két helyszínen, a Humán Szakképző Iskola és a Vári Szabó István Szakiskola diákjai is elbúcsúztak az intézménytől. Köszöntöm Önöket, minden hétköznap este 7 órakor élő hír összefoglalóval jelentkezünk. Tartsanak velünk! A hétvégén több ezren látogattak el a Halasi Csipkeházba a 17. országos csipke kiállításra és találkozóra. A magyar csipkeiskolák bemutatkozásával egy időben bepillanthattak a látogatók a horvát és szerb csipkék készítésébe is. Pénteken délután az ünnepélyes megnyitón az értékőrzésre és a szakmai tudásanyag átadására hívták fel a figyelmet. Varrott, vert, horgolt, kötött csipkekészítési technikák és az így készült remek művek egy helyszínen. Ezzel a sokszínűséggel igyekeztek bemutatni a szervezők az ország különböző tájegységeinek jellegzetes csipkéit és a határon túlról érkezett alkotásokat is. A bemutató mellett a fiatalság megszólítása is cél volt. Csipkeiskolák és ifjúsági csoportok tagjai tartottak szakmai bemutatót a nagy közönségnek. 50 felnőtt és 30 fiatal alkotó összesen 150 munkát hozott el. Bári Ákos Széchenyből érkezett, a megnyitó idején éppen vert csipkét készített. Rengeteg acélgombos tű, esetemben egy bordó fonal és vedőkék, meg a minta. Mitől különleges a vert csipke? Nagyon sok különbség van a gépi csipkével, hogy ez egyedi. A gép azt megtervezi, ezt meg csak amikor jön, ha én akarom, akkor nem szúrok ki, megfordulok, ez egyedi. A csipkeház vezetője szerint éppen a fiatalok jelenléte jelzi, hogy van jövője az egyedi, aprólékos, nagy figyelmet igénylő kézi munkának. Újdonságként a csipkekészítő iskolákat és ifjúsági szakköröket kerestük meg. Szerettünk volna egy díszvendéget hívni, és őrájuk esett a választásunk. Szentendrén találkoztunk Balaton Endréddel, a művészeti vezetőnkkel, és ott láttuk, felemelő és üdítő élmény volt látni a sok fiatalt egymás mellett, aki készíti a csipkét. És arra gondoltunk, hogy mi is elhoznánk ide Kiskunhalasra, egyrészt lehetőséget teret adni a fiataloknak a bemutatkozásra, a munkáiknak a kiállítására, másrészt pedig megmutatni itt Kiskunhalason is, hogy ilyen is van. Tehát a csipkekészítésnek van jövője, ők a bizonyítékai erre. Pajor Kálmán, a Hungarikum Szövetség elnökségi tagja, a Halasi Csipke Közalapítvány elnöke köszöntőjében már a jövőbe tekintve számolt be egy jó hírről. Jövőre leszünk 115 esztendősök, tehát egy kerek évforduló vár ránk a következő esztendőben, és akkor egy nagyszabású nemzetközi kiállítást szervezünk, és terveink között szerepel más helyszínen is kiállítás. Vonsik Zsuzsanna, a Magyar Csipkekészítők Egyesületének elnöke példaértékűnek nevezte a halasi értékmentést. Fülöp Róbert Kiskunhalas polgármestere elmondta, a Hungarikum Halasi Csipke kilépett a csipkeház falai közül, köztereket díszít. Erre jó példa a csipkeház melletti óriás festmény, amely azonnal feltűnik minden átutazónak. Véleménye szerint folytatni kell ezt a megkezdett utat, minél több embernek meg kell mutatni Halas büszkeségét.
Bányai Gábor országgyűlési képviselő is elismerően szólt a csipkekészítők, tervezők munkájáról. Szeretném újra és újra nem halasiként megdicsérni azokat az asszonyokat, és persze a férfiakat, akik ezt a csodát, a mindannyiunk számára nagy titkot, a halas csipkét fenntartják, működtetik is a világnak, köztük nekünk 15 millió magyarnak is bemutatják. A megnyitó során a Líra együttest hallgathatták az érdeklődők, a zenészek a csipke hagyományok őrzőinek ajánlották műsorukat. Vigyázz a madára, ha vállatra repül, amelyre az élet arra menekül, majd van a világ, ha egyszer újra messze száll. A három napon át több ezren szemlélték meg a nemzetközi kiállítási anyagot, sokan fontosnak tartották, hogy személyesen is megnézzék azt az alkotói folyamatot, amint a szorgos kezek munkája nyomán motívumok rajzolódnak ki a lehelet finom cérnaszálakból. A 25-szörös válogatott Bundzsák Dezső emléktábláját leplezték le szombaton délelőtt a városi sportpályán, és mostantól az ő nevét viseli a városi sportpálya, az egykori MEDOSZ. Mésző Kálmán 61-szeres válogatott labdarúgó volt, szövetségi kapitány is itt volt a Bundzsák Dezső sportközpont avatóján és emléktáblájának leleplezésén. Az ünnepséget megtisztelte jelenlétével a névadó özvegye, Murányi Julianna, lánya Gabriella és Takács Mihály, a Puskás Akadémia főigazgatója, aki Orbán Viktor miniszterelnök képviseletében érkezett Halasra. Az avató jelentette be Losonci László, a megyei igazgatóság vezetője, hogy támogatják a halasi rekordtámpája megvalósítását. Az ünnepségen együttműködési megállapodást írták alá a Sziládi RFC és a Vasas között. Az ünnepi eseményről bővebb tudósítást a holnap esti híradóban láthatnak nézőink. Szombaton elballagtak a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum végzős diákjai. A Kossuth utcai Humán Szakképző Iskolában 9 órakor kezdődött az ünnepség. A ballagók bevonulását követően elhangzottak a búcsúzó beszédek. Kovácsné Gáspár Erika igazgató is szólt a diákokhoz, majd a legkiemelkedőbb teljesítményű tanulóknak elismeréseket adtak át. Ugyanebben az időpontban kezdődött a Kazinci utcai Vári Szabó István Szakképző Iskola ballagása is. 3 osztály búcsúzott az iskolától. Szabó Edina igazgató sikeres jövőt kívánt a fiataloknak, és köszöntőt mondott Bányai Gábor országgyűlési képviselő is. Az ünnepség itt is a kitüntetések átadásával zárult. A ballagásokról további felvételeket láthatnak a híradót követő napi Mozaik című műsorunkban, az ünnepségeken készült fotóinkat pedig internetes portálunkon a halasmedia.hu-n nézhetik meg. Halas és Szabadka kapcsolata új szintre emelkedett. A Hősök Ligetében ünnepélyes keretek között írták alá a polgármesterek azt a szerződést, melynek értelmében Kiskunhalas és Szabadka testvérvárosi viszonyba lép. Ugyanígy tettek a településeken működő veteránklubok és a diák önkormányzatok vezetői is. A résztvevők bíznak abban, hogy a dokumentumoknak köszönhetően ezentúl még több közös rendezvényre, kulturális programra kerülhet sor. Kerékpárosok, motorosok, veteránautósok egy csoportja szombaton reggel indult el Szabadka főteréről Kiskunhalasra, a határnál pedig a halasi bringások, veteránjármű tulajdonosok és a Konok-Kunok motoros klub tagjai is csatlakoztak a csapathoz. Együtt érkeztek meg a Hősök Ligetébe, ahol a tömeg örömmel fogadta az utazókat. Szabadka és Kiskunhalas hosszú évek óta ápolt szoros viszonyt. A kapcsolatot az elmúlt hétvégén a két település polgármesterei egy fontos dokumentum aláírásával emelték új szintre. Fülöp Róbert Kiskunhalas polgármestere és Maglai Jenő Szabadka polgármestere a színpadon aláírták azt a dokumentumot, amely igazolja a két település testvérvárosi kapcsolatát. Azt gondolom, hogy a két önkormányzat igazából egymásra van utalva, közel vagyunk földrajzilag is egymáshoz, és eddig is azt gondolom, hogy sokan Kiskunhalasra jártak Szabadkára, sok Szabadka járt Kiskunhalas, és az intézményeink között is már létezett bizonyos fokú együttműködés. Ez a megállapodás, gondolom, hogy az elkövetkező időszakban további szeret adni a vitorlának arra vonatkozóan, hogy ez bővüljön, erősödjön, és mindenféleképpen ki szeretném emelni azt, hogy a véleményünk szerint gazdaságilag is ezt a régiót meg kell erősíteni, és itt igazából a két önkormánynak az együttműködése nagyon fontos, hogy institucionális keretek között mozoghasson. A polgármesterek után a halasi és szabadkai veterán járműklubok vezetői is színpadra léptek, ők szintén egy együttműködésről szóló dokumentumot írtak alá.
Az ünnepség zárásaként a halasi diákpolgármester és a Vajdasági Magyar Diákszövetség elnöke kötött együttműködési megállapodást. Mi szervezetünk a Vajdasági Magyar Diákszövetség Szabadka mellett Újvidéken is rendelkezik irodával, és még ugye Szabadkán a középiskolai diákokat karoljuk föl, elsősorban addig Újvidéken az egyetemi, magyar egyetemi hallgatókat, és itten igazából egy több generációs hidat is ki tudunk építeni, mert a kiskunhalasi középiskolai diákok kapcsolatba tudnak kerülni vajdasági magyar egyetemistákkal, és ezáltal a generációs különbségekből fakadó plusz tapasztalatokat is át lehet adni. Fülöp Robert polgármester a helyszínen azt mondta, nagyon örül annak, hogy a különböző civil szervezetek még szorosabban együtt tudnak majd működni a jövőben. Hogyha így a civil szervezeten keresztüli összefonódások még erősebbek tudnak lenni, akkor érjük el valójában azt a célt, amit a testvérvárosi kapcsolattal szerettünk volna, hiszen ennek nem annak kell megvalósulnia, megtestesülnie, hogy a két polgármester időnként találkozik és ők barátkoznak, hanem sokkal inkább jelenti ezt a fajta kapcsolatot, amit az egyesületek és a diákok most itt megmutattak nekünk. Úgyhogy én abban bízom, hogy a következő években további hasonló aláírásokra kerülhet még sor. A Városnapi alkalmából Kiskunhalas több partner és testvér településéről is érkeztek vendégek. Településünk és Kiskunhalas között a kapcsolat már több mint 20 éves múltra tekint vissza. Mindig örülünk, ha ellátogathatunk ide, mivel a házigazdák nagy szeretettel fogadnak bennünket a különböző rendezvényeken. A szabadkai kerékpárosok az ünnepség zárultával kora délután indultak haza Kiskunhalasról. Péter Imréné tanárnő és a Kiskunhalasi Városi Fúvós zenekar vehette át vasárnap délelőtt a Hősök Ligetében a városért kitüntetést a polgármestertől. A méltatások során elhangzott, hogy Péter Imréné sokat tett a testvérvárosi kapcsolatok erősítéséért, a Városi Fúvós zenekar pedig generációkon átívelő közösségi tevékenységet végzett, sokat tettek Halas városáért. A Hősök Ligetében a borudvar keretein belül tartott a Kiskunhalas képviselő testülete a városnapi díszünnepséget. A testvérvárosi kapcsolati jegyében a szabadkai és a halasi zeneiskola tanárai közös műsorát is hallhatta a közönség. Fülöp Robert polgármester ünnepi beszédében röviden összegezte az elmúlt hónapok fejlesztéseit, külön kiemelte, hogy sok segítséget nyújtanak a városért tenni akaró magánszemélyek, közösségek. Ilyen ember Péter Lászlóné, és ilyen emberek a Városi Fúvós zenekar tagjai is. Munkásságukat ismerve azt kell mondanom, hogy emberöltőn áttartó, elkötelezett építkezés, munkálkodás eredménye a tisztelet és a kitüntetés, amit testületünk elismer a díjjal. Amit ők személyesen munkájukkal Kiskunhalas városért tettek, azelőtt közösségünk meghajol, és azt mondja, köszönjük. Nem kérték ezt az elismerést, de mi mégis adjuk. A város nem szólította fel őket az elkötelezett munkára, de ők kérés nélkül, a legjobb tudásuk szerint mégis adták. Dr. Bognárné Nagy Éva önkormányzati képviselő méltatta Péter Imréné szakmai életútját és a testvérvárosi kapcsolatokért végzett önkéntes tevékenységét. Folyamatosan aktív tagja a testvérvárosi és egyéb német kapcsolatoknak 1994 óta. Tolmácsolással, programszervezéssel, idegenvezetéssel az ország különböző városaiban, vendégekkel való foglalkozás, szállásadással, ügyintézéssel, levelezéssel segítette és segíti ezeket a programokat. A városért kitüntetést a polgármester adta át a tanárnőnek. A kitüntetett szerint ez a díj sokaknak szól. Ez a megtiszteltetés, a városért díj általam nem csak nekem szól, hanem mindazoknak a kollégáknak, munkatársaknak, barátoknak, szülőknek, diákoknak, halasiaknak, akik velem jöttek, akik velem együtt, lelkesen csinálták azokat a programokat, részt vettek benne, amelyekről itt hallottak az imént. A Városi Fúvós zenekart Szőke Antal méltatta. Az elmúlt időszakban a Kiskunhalasi önkormányzat felkérésével újévi koncertet is adtak már kettő alkalommal, valamint rendszeres résztvevői a Városnapja ünnepség sorozatnak, a Szent Ivánéji ünnepségnek, a Születi Fesztiválnak és minden állami ünnepségnek városunkban. A zenekar nevében Molnár Ferenc mondott köszönetet.
kiskunhalasi fuvozzáknak a nevében köszönjük, hogy ezt a megtiszteltető kitüntetést megkaptuk. Köszönjük Tóni bácsinak, tiszteletbeli harsonaművészünknek, zenekari tagunknak a méltatást, szinte mindent elmondott, és annyit tenni csak hozzá, hogy ez a mai nap szinte bearanyozza a kiskunhalasi Váci fuvozzenekar tevékenységét. Éppen beszéltünk tagjainkkal, hogy tipikus hétvégén vagyunk túl. Az a zenekar, amit itt látnak, az elkezdte pénteken az ászlófelvonással a tevékenységét, utána egy nehéz menet, egy zenekari menet a mazsarettekkel, és itt egy órás koncert, ami felkészülés volt tegnap a Félegyházi Dunatisza közi rendezvényre. A díszünnepség végén közösen lépett színpadra a Szabadkai és a Halasi Zeneiskola tanári kara, ők a városi fúvós zenekar kíséretével lendületes fináléval zárták az ünnepi eseményt. A körülményekhez képest jobban van az az idős férfi, akit múlt szombaton ért baleset az 53-as főúton, amikor a szabadkai testvérvárosi delegáció előtt haladó halasi veterán járművek közé hajtott egy kerékpáros. A baleset akkor történt, amikor a biciklis besorolt a motorosok mellé, majd hirtelen balra fordult éppen az egyik motoros elé. A kerékpárosnak nem esett különösebb baja. A motoros idős férfi azonban olyan szerencsétlenül vágódott el, hogy arccal az útra esett, több horzsolásos sérülés szenvedett, és úgy tudjuk megrepett a koponyája. A rohamkocsi mellett mentőhelikoptert is a helyszínre riasztottak, később azonban mentőautó hozta a Halasi kórházba a súlyosan sérült személyt. A kerékpárost is kórházba vitték megfigyelésre. Ma délután a Kántor András Veterán Autósok és Motorosok Halasi Egyesületétől azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az egyesületi tagok közül többen is meglátogatták taktársukat a kórházban. Aki azóta jobban van, megfigyelésre azonban még kórházban tartják. Gyújtogattak a migránsok a Halasi Menekültügyi Őrzött Befogadó Központban, még pénteken késő este 3 tűzoltóautót is riasztani kellett a Szegedi úti központhoz, ahol információink szerint ruhaneműk égtek az egyik WC helyiségben. Úgy tudjuk, a beépített tűzjelző rendszer érzékelte a füstöt és jelzett automatikusan a Halasi tűzoltóságra, ahonnan 2 gépjármű fecskendő és egy magasból mentő tűzoltóautó is elindult a helyszínre. Mire azonban a tűzoltók kiértek, az őrszemélyzet eloltotta a lángokat, így a tűzoltóknak már nem kellett beavatkozniuk, közölte a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság sajtóügyelete. Hogy mi okozta a tüzet, arról nem kaptunk információt, azt közölték, hogy a tűzoltóság vizsgálja a tűz keletkezésének körülményeit. Híradónk végén összefoglaljuk a legfontosabbakat. Csipkecsodák egy helyen, kiállítás és találkozó helyszíne volt a Csipkeház. Testvérvárosi kapcsolat, a Halasi Város napjára sokan eljöttek Szabadkáról is. Elismerés a kiemelkedő munkáért, Péter Imréné és a Városi Fúvós Zenekar is Pro-Urbe díjazott lett. Ballagás 2 helyszínen, a Humán Szakképző Iskola és a Vári Szabó István Szakiskola diákjai is elbúcsúztak az intézménytől. Kedves nézőink, arra kérem önöket, maradjanak továbbra is a Halas Televízió csatornáján. Az időjárási előrejelzést követően 2 ballagásról mutatunk be felvételeket. Az egyik a Humán Szakképző Iskola, másik pedig a Vári Szabó István Szakképző Iskola végzőseinek ballagása. Friss hírösszefoglalóval holnap este 7 órakor Fehér Erika várja önöket. Viszontlátásra!